Sziasztok, Simon Tamás vagyok, a Mánia Fitness központi stúdiójából. Mai vendégem Pintér Ferenc, a Fitness 2000 edzőterem tulajdonosa, és Buda Richard, fekvőnyomó abszolút világbajnok. Üdvözöllek titeket! Sziasztok! Sziasztok! Hát akkor ugye a beszélgetésünket megint csak a szokásos módon szeretném megkezdeni, hogy kezdjük a legelejéről, hogy ti hogy ismerkedtetek meg, közös munka hogy kezdődött, és hogy jutottatok el a világbajnoki címig. Feri, szeretném neked átadni a szót. Üdvözlök mindenkit! A mai nap legkomolyabb hírével kezdeném, hiszen 30 évesek lettünk, mint Fitness 2000. Gratulálok, ez nem bár semmi. Bár Ricsi nincs még csak 26 éves, de ő jelenleg az a világbajnok, aki elnyerte azt a lehetőséget, hogy olimpiára mehetünk. Tehát ez egy óriási dolog, mint a mi életünkben, mint az övében, és ezért vagyunk ma itt, hogy ezt a hírt közzétegyük, és hogy ennek örvendjünk, mind a mellett, hogy 30 évesek lettünk, hogy hol kezdődött a mi sport életünk, történetünk, ezt inkább mesél Ricsi. Szeretnék gratulálni ehhez a nagyszerű életútod és pályafutáshoz, ami ugye a 30 éves évfordulót jelenti, és azon felül ez a lehetőséghez, amit elnyertetek a közös munkával, hogy olimpián részt venni. Hát azért ez nem egy kis dolog. Gondolom azért most bőven rajta van a nyomás, hogy teljesíts az abszolút világbajnoki címed után is. Hát az biztos. Ugye tavaly októberben sikerült ezt elnyerni. Aztán azóta én kitaláltam ezt az ötletet, hogy menjünk az olimpiára, mondtam a Ferinek. Hát ő támogatott első kézből, és onnantól pedig arra készülünk. Jó, és ezt szeretném kicsit bőven átbeszélni majd veletek, de mielőtt a jelenről beszélnénk ezekről a nagyszerű eredményekről és célokról, beszéljük át, hogy akkor tényleg valójában hogy is kezdődött a közös munkátok, és ez hogy értétek el ezt a jelent? Tehát akkor én 2008-ban kerültem a Fitness 2000-be, januárba. Egy éve már edzettem, és föltűnt, hogy vannak ott erősebb emberek, akiket mindig néznek ott a sima kondis résztvevők, és hát én is becsöppentem ebbe a körbe 2009 májusa körül, így lettem fekvenyomó. Az elején nem nagyon voltak eredményeim, Ferivel nem ismertem beszélni az elején. Aztán ilyen 2011-ben lettek komolyabb eredményeim, még ifiként. Lettországban, Rigában voltunk egy VPC világbajnokságon, ezt sikerült megnyerni, és utána pedig már bekerültem ebbe a szűk csapatba, akiket támogatott, és mentünk a versenyekre. Mármint a Ferinek a igen. Szűk csapatába. Igen, így kerültünk ki 2012-ben Las Vegasba, ami ugyan egy VPC világszövetség volt, ott egy világbajnokság, és utána pedig töretlenül mentünk előre, és 2015-től talán mondhatom, hogy én vagyok a top versenyző ott a Fitness 2000-ben, és egyre komolyabb célokat tűzünk ki, most pedig az olimpia a következő szint. És hogy képzeljük el a közös munkátokat? Feri, inkább mint sportmenedzser van mögötted, vagy szakmailag is az edzés kivitelezésében, tervezésében, éves felkészülésben is szerepet játszik-e, vagy összedolgoztok-e? Ez hogy működik nálatok? Hát sportmenedzserként egyértelműen mögöttem van. Hát az edzéseket régen mindenképp megkérdeztem őt, de ez szerencsére megmaradt most is. Tehát nekem van egy út, ami megyek, de azért ilyen havonta, két havonta, hogyha el tudom kapni, akkor leülünk, és akkor megbeszéljük, hogy hogyan tovább, mik a mostani eredmények, hova tartunk, mit csinálunk, hogyan kéne csinálni, ha voltak hibák, akkor az hogy javítsuk ki. Tehát megmaradt a kapcsolat szerencsére. Értem. Feri, te hogyan emlékszel erre az első találkozásra és egyeztetésre Ricsivel? Hát azért érdekes ez a dolog, mert nagyon sok versenyzőnk volt. Volt, amikor 40 versenyzőnk is volt, és az, hogy most egy fiúval több van a csapatban, vagy kevesebb, az mindig úgy jelent meg, hogy egy valaki csatlakozott a csapathoz is, ő megjelent és elkezdett dolgozni. Aztán igazgattuk az útját, helyesbítettünk, így kell csinálni, úgy kell csinálni, ennyit, annyit, amannyit. És egyszer csak, amikor észrevettük, hogy tényleg komolyabban veszi a dolgot, komolyabban gondolkodik, és rá lehetett bírni komolyabb munkára, akkor viszont már úgy nyilatkozott meg, hogy ő oszlopos tagja akar lenni annak a csapatnak. Ez a csapat most olyan 6-8 főre szűkült, de olyannyira, hogy ez a 6-8 főből talán 1-2 ezüstérmes mind világbajnok. Tehát ennek a csapatnak ő most a vezéri egyénisége. Sajnálom azokat, akik kiestek egyéb okok miatt, sérülés, egyebek. Ez sajnos a sportágunkkal jár.
ő most az a töretlen, aki úgy tud előre menni, hogy ezen az olimpián olyan mértékű eredményre számítunk, amit nem szeretnénk így előre elmondani, de ha azt mondom, hogy edzésen már volt 400 kiló kezébe, és vissza is tudta tolni, tehát az azért már egy kis olyan bizalmat és önbizalmat enged, mint nekem, mint neki, hogy abba gondolkozzunk, hogy igen, fölé kell menni annak a 400-nak, és ezt meg kell csinálni. És ez a legjobb plénum, ez az olimpia lesz, ahova úgy azért be kellett kvalifikálni, tehát oda be kellett jutni, tehát ahhoz is kellett egy eredmény. Ezt az olimpiát mi két lépcsőbe fogjuk megtervezni, egy tavaszi felkészüléssel, egy őszivel, és én úgy gondolom, hogy erről inkább Ricsinek kellene beszélni. Igen, én szakmailag ma már nem annyira vagyok a jelen, de sokszor megnézem az edzésüket, a nyomásukat, sokszor megkritizálom, nem csak az övét, másokét is, illetve hát ha nem kell, akkor nem. De hát a kérdéseim mindig fent vannak, hogy miért ez, miért az, mit ettél, hogy így állsz, vagy így vagy. Tehát azért ez fontos, hogy a, tudod, hogy szokták mondani, hogy a gazda szeme hízlalja a mindegy. Tehát én nekem ott kell lennem mindig. Nem azt mondom, hogy minden edzésen ott vagyok, de jó, hát egy... az neki is megnyugvás, és nekem is, hogy azt látom, hogy amire készülünk, azt ő szívvel lélekkel végrehajtja. És mivel, hogy ez évek óta tart, ez a lendület, ez a lehetőség, ezért úgy gondolom, hogy el fogjuk vinni mindenhova, ahol lesz lehetőség bizonyításra és produkcióra. Hát visszatérve, egy jó mesteredzőnek és egy jó tanítványnak nem kell minden nap egyeztetni ahhoz, hogy a tervek haladjanak és a megvalósulás megtörténjen, mert ugye felvázoljátok gondolom a több hetes tervet étkezésben, edzésmódszerben, és akkor ezt csinálni kell szép szorgalommal. Te meg időközönként azért rápillantasz, hogy minden úgy van-e, ahogy megbeszéltétek. Időközönként én meglepetésszerűen szoktam érkezni, amit sosem tudják, hogy mikor érkezem, és ha én azt látom, amit nekem akkor abban a pillanatban látnom kell, akkor meg van nyugodva az ember, hiszen nem egy felfújt lufit nyomkodunk, hanem komoly súlyokat. Így van. És ha ő mindig elvégzi a rámért munkát, akkor az eredmény meg fog jönni. Előbb-utóbb meg fog. Igen. Most vagyunk azon az úton, hogy ezt az eredményt szeretnénk világgá tenni, illetve először is megcsinálni, és utána közzé tenni. Szeretnénk majd kicsit jobban beszélni az abszolút világbajnoki címedről is, de kicsit tegyük tisztába először a nézőinknek maga a fekvenyomás sportot. Milyen kategóriák vannak, milyen fajtái vannak a fekvenyomás, már jól tudom, van olyan, amit fekvenyomó ruhában végeztek, van olyan, amit ugye anélkül, tehát nem vagyok szakember erőemelésben, nem biztos, hogy jól kérdezek, de kérném a segítséget, hogy akkor kategorizáljuk, hogy ez hogy van, és te melyiknek vagy a világbajnoka, és melyik kategóriában, melyik fekvenyomó nemben fogsz az olimpiára menni. Rendben. Tehát akkor a fekvenyomást két részre tagolhatjuk, lehet egy equipped, ami a fekvenyomó ruha, igen, és lehet egy ró, ami pedig a fekvenyomóra nélküli verseny. Ott még bandás sincs, könyökbandás vagy ilyesmi? Könyökbandás sehol nincs. Sehol nincs. A csuklóbandás engedélyezett. És tehát minden világszervezetnek van ez a két kategóriája. Ezen belül van több világszervezet, vannak amatőrök és profik, mint a testépítésben. És most már megjelentek a profi szekcióban egy meghívásos, külön kiemelt szekció, ahova egy ilyen 10-15 embert hívnak meg, ahova nem is tudsz kvalifikálni, hanem már meghívással kerülsz oda. Értem. Tehát például az olimpiai kvalifikáció is úgy történt, hogy volt egy világkupa, ahol elindult több száz ember, de ez lehetőséget adott a kvalifikációra. Tehát ott, hogy én ezt megnyertem, ez egy világkupa győzem, de ezen kívül pedig egy kvalifikáció volt. Értem. Tehát az olimpián már csak olyan emberek fognak versenyezni, akik ezt a súlyt megnyomták, tehát csak e felett fognak. És ezen belül gondolom, ugye, hogy ruhá vagy ruha nélkül itt is vannak ugye súly kategóriák. Így van. Tehát minden világszövetségnél elkülönítünk amatőr és profi szekciót, ott kicsit másabbak a szabályok, meg a súlycsoportok is, de ugyanúgy van férfi és női mezőny, és körülbelül ilyen 7,5-10 kilónként vannak a súlycsoportok. Értem. Junior korodban milyen súlycsoportot képviselt, és milyen eredményeket tudtál nyomni? Juniorban 110 és 125 mínuszban indultunk, mi mindig mínuszt mondunk. Itt a legjobb eredményem az 390 kg volt, az abszolút világcsúcsot jelent junior kategóriában. Az igen. Ifibe ugye alatta voltam, 75 mínuszba kezdtem a versenyzést,
onnan épültünk fel, és akkor most pedig mínusz 140-ben fogunk versenyezni felnőttként. És az abszolút világbajnoki címed, az hogy is volt akkor, azt hol, pontosan milyen súly teljesítésével nyerted? Hát ezt már többször sikerült elnyerni, ugyanánk több világszövetség van, ami nálunk elérhető itt Európában, vagy néha, hogyha el tudunk menni messzebbre, akkor mi azokra mentünk. Itt három világszövetségnél tartom én a világcsúcsot. Az igen. Most, és ezeknek mind sikerült elnyerni, mert az abszolút világbajnoki címet. Most legutóbb a GPC világszövetségnél voltunk, Szlovákiában, Trnavában. Itt 350 kilót nyomtam, ezzel sikerült elnyerni ezt. Ugye az azt jelenti, hogy megnyertem a súlycsoportomat, és az összes súlycsoportnak a nyertese közül én voltam a legjobb. Nem semmi, gratulálok. Szépen lefetted akkor ezt a hát sportágat, igen. Hogy több... Amit lehetett, azt elhoztunk. Hogy képzeljük el az edzésedet? Ugye mondtad, hogy 350 kiló volt akkor ugye itt a világbajnoki címet eredményező nyomás. Az edzésen általában fölé mentek, és magabiztossággal mentek ezáltal a kitűzött súlyra a versenyem, mert ugye általában az edzéseken nagyobbakat nyomtál, vagy úgy van, hogy az edzéseken a sérülést nem szeretnéd, és próbálod minimalizálni a sérülés esélyét, ezért inkább kisebb súlyokkal dolgozol, mondjuk 10-15-20 kilóval, és a oda van időzítve a nagy nyomás a versenyre, mert ugye ott azért van egy versenydrukk is hozzá. Igen, ez egy nagyon jó kérdés, és régen, még erről inkább a Feri tudna beszélni, hogy régen ez a szovjet módszer volt itt Magyarországon is, mivel hozzájuk voltunk közel, hogy minél nagyobbat halljunk bele, aztán hogyha túlélt bajnok leszel, ha nem, akkor nem. Tehát, hogy így edzettél? Még én is ezt a tanítást azzal kaptam, igen, régebben. Aztán most már bebizonyosodott, hogy a nagyobb nyomók azt nem ezt csinálják, meg más sportágokban is ez bebizonyosodott. Tehát én is most már áttértem arra, hogy kisebb súlyokkal edzek, sőt most már meg se közelítem azt, amit a versenyen értem fogok. Egy a sérülés, másik az idegrendszer kimerültsége, és inkább ez adja a magabiztosságot. Tehát, hogy minden edzés jól sikerül, és tudod, hogy hova tartasz, az sokkal jobb, mint hogyha hát edzésen sikerült, versenyen meg nem. Igen. Ezt még mondjuk most is sok versenyzőnél látni, hogy nem jó a formaidőzítés. Értem. És hogy néz ki nálad egy ennek az egésznek a felépítése, a felkészülés, ennek a felépítése? Itt is van alapozó szakasz és időzítő szakasz a verseny előtt. Ez mondjuk edzésben és étkezésben is hogy néz ki? Hogy képzeljük? Hát egyértelműen van edzésben. Ugye hát nem lehet mindig a csúcson lenni nálunk. Így van. Úgyhogy egy ilyen 16 hetet szoktam én a versenytől, a főversenytől visszaszámolni, mert van, hogy több verseny is indulunk. Értem. Most én ezeket nem veszem annyira komolyan, hogy erre időzítsek, hanem mindig a főversenyre. Tehát 16-20 hét, ilyenkor megváltozik az edzésterv. Azelőtt, hát majdnem ilyen badis edzést csinálunk mi is. Kicsit azért kisebb ismétlés a főgyakorlat, de a kiegészítők azok ugyanúgy mennek ilyen 8-10-12-esekkel. Tehát ha jól látom azért ugye a felépítésedből is, hogyha az edzéseid nem csak a fekvenyomásról szól. Nem, egész testre edzesz. Így van. Tehát komplett vázlomzatot erősíted, mert ugye azért egy fekvenyomó mozdulatnál nem csak a mell dolgozik, és onnan minél jobban. Nem, hát minél ügyesebb vagy, annál több izomot használsz. Tehát amit nagyon sokan kiadnak, az a láb. Uh-huh. Hát ugye az a legnagyobb izomcsoportunk, azt ne hagyjuk ki. Tehát egyértelműen, hogyha jól nyomsz fekve, akkor lábadat is használod. Uh-huh. Mi az a technika, amire itt igazából főleg figyelni kell egy fekvenyomónak a fekvenyomás közben? Milyen pozíciót vesztek föl, mire kell ott figyelni? Nyomás közben mire kell figyelni? Hú, hát millió dologra. Hát gondolom. Aztán, hát ahogy fejlődsz, úgy egyre több lesz. Hát az első az, hogy a lapockákat le kell stabilizálni. Ez alap dolog szerintem, hogyha már valaki fekvenyom, versenyzés nélkül akkor is. Ez jön az, hogy behidalunk. Uh-huh. Ez szükséges az, hogy a lapockát lehet őstabilizálni, a másik az, hogy ugye az út is kisebb, ezt kevesebbet kell nyomni. Hát, mert ugye a mellkas ugye följebb pozícionálódik, igaz a pattól. Hát inkább a hasunknak a tete és a mellkasunk. Uh-huh. Mert ugye, ha jól értem, akkor a nyak és a lapocka felső része van lenn a padon. Igen, a többit már elemelheted. Igen. De hát a fenéknek is hozzáknézni, nem lehet szídba. Nem. A fenéknek és a vállnak kell lenni, mozdulatlanul, nem mozdulat el. Ugye ez fog eredményezni az, hogy a lábat be tudjuk kapcsolni, meg a hátunkat is, ugye ezt se szokták, és akkor így viszont már egy teljes testes gyakorlat lesz, amit sokan nem tudnak. Feri, te hogy látod, hogy Ricsiben mi az a plusz, ami megvan, hogy ő ide eljuthatott? Mert azért te már nem egy versenyzőt kineveltél. Mi szükséges ehhez, hogy ezt az utat bejárja? Mert nem elég ehhez a tehetség, ezt tudjuk jól. Én úgy gondolom, hogy a napi rutin, ami bele kell, hogy épüljön az életébe.
az, hogy nekem ma edzésem van, és az, hogy ma másfél órát rá kell fordítanom az edzésemre, az, hogy a mai teljesítményemet meg kell lépnem, az, hogy a mai felkészülésemben lesznek-e kiegészítő gyakorlatok, avagy csak a fő gyakorlat van, ez mindig a szezontól függ. A szezon közelébe elhagyjuk a kiegészítő gyakorlatokat, és onnan csak arra van a koncentráció, hogy akkor innen emelni a csúcs teljesítményt. Én úgy gondolom, hogy ő egy olyan fiatal, aki becsvágyó, és igen, meg tudja megmászni azt a hegyet, ami előtte van, és megfogja, és meg is akarja. A legnagyobb itt az akaratban van. Mert hiába áll most bármilyen szponzor a hátad mögé, ha te a szponzort arra használod, hogy persze legyen itt vacsorázom, új, de jó. Na most nem te, benned nincs az a tűz, nem. Hogy a mai eredményemet, a mai edzésemet megcsináljam. A mai edzésemen azt az érzést kell éreznem, amit az edzéseken éreznem kell. Ha ez nincs meg, akkor gyengül az edzésed, gyengül a teljesítményed, gyengül a koncentrációd abban az irányban, hogy egyre kevesebbet majd akarsz, nem akarsz annyit küzdeni, nem akarsz annyit szenvedni. Tehát itt azért összetettben addig, amíg ő menni fog előre, menni akar előre, amikor ez az akarás benne lesz, én szerintem menni fog. Most az, hogy 26 éves, azt hiszem, hogy ezzel nagyon-nagyon sok mindent elmondtunk, hogy csak hasonlítsam egy nagy világbajnokunkhoz, Mészáros Lacihoz. Igen. Elmúlt 50 éves. Tehát azért lehet itt még időben, én nem azt mondom, hogy ezt a 400 kilót megduplázni, de itt nagyon fölé lehet menni a dolgoknak, tehát itt ha lekopogom, ha nem jönnek közbe olyan dolgok, amiket nem vár az ember, akkor itt bármi történhet, bármi megszülethet, bármit elérhetünk. Értem, igen. És ezért van a támogatás, ezért van a szurkolás, a segítség. Én úgy gondolom, hogy... És nem csak Ricsi, szerintem a csapatunknak szinte majdnem minden tagja rendelkezik ezzel a tűzzel, mert amikor bejövünk a terembe, és nem fog meg a tűz, hogy oly, ott a vas, és a miénk, és most meg kell csinálnunk, amit meg kell csinálnunk. Árvait szeretném még megemlíteni, Árvai Pistit. Ő mindig nagy súlyokkal dolgozott, de ő mindig tudta, hogy hol a mai napnak a vége. Odáig elment, letette a vasat, és hiába mondtad azt, hogy Pisti, ebből ötöt is tudnál csinálni. Nem baj, majd a versenyen megcsináljuk. Tehát ő az a következetes ember volt, aki nem hagyta magát belehajtani egy ilyen játékba, egy ilyen huncutkodásba, hogy ó, guggoljunk már 300 kilóból, ki mennyit bír. Oké, majd a versenyen. Értem. Tehát én nagyon értékelem, díjazom Árvai Pistének az a fajta munkáját, amit nagyon-nagyon sokat közösen együtt dolgoztunk. Az volt az igazi, amikor úgy az ember elhitt önmagának, hogy igen, ez a járható út, ezt kell járnunk. És a Ricsi valahol most ezt járja, és én csak szurkolni tudok neki is, meg a csapat többi tagjának is, hogy ezt az utat bejárjuk. És ha lehet, közösen. Hát ehhez sok sikert kívánok. Térjünk vissza kicsit a technikákra, most akkor arról beszéltünk, arra választ kaptam, hogy itt is van 16 hét, tehát visszaszámolsz, van egy teljes testes edzésmódszer, és akkor Feri kiegészítette, hogy az idő után ezek azért úgy elmaradnak, és átkoncentrálódik maga a versenyszám mozdulatára, gyakorlatára, a fekvenyomásra. Hogy néz ki az étkezésed? Tehát egy alapozó szakaszban, vagy ahogy a versenyhez közelítesít, milyen szénhidrát, számolod-e egyáltalán ezeket, hogy szénhidrátbevitel, kalória, zsír, hogy ezekre te figyelsz, vagy már kialakult ez az egész benned, és a tested jeleit figyeled, és szemre étkezel, hogy működik ez egy fekvenyomó világbajnoknál? Hát nálam úgy működik, hogy én nem számolom, bevallom őszintén. Van 4 fő étkezésem, ezt kiegészíti meg egy vasora, meg egy reggeli. A reggel az mindig otthon van, utána még van egy kajám otthon, utána a teremben van 3, és akkor a vacsora pedig megint otthon. És mik a főbb alkotó elemek az étkezésedben? Hát a főbb alkotó elemek az egyértelműen a hús, a marha viszi a százalékos arányt, mellette pedig csirke, hát néha disznó, de viszont a hal még estére gyors főszívódás miatt. Reggel általában tojás, hát hasonlít egy badis kajához. Nyilván a szénhidrátot mi nem annyira vesszük vissza, meg főleg a versenyekhez még kell is, ugye? Persze. De számolni nem szoktam. Nagyjából akkor ilyen mennyiség, mondjuk te egy rántottát, hány tojásból leszel? 6. 6? 6? Nem sok. Nem. Biztos mondasz meg 15-20-at. Nem. 6 tojás, egy kis hús, és egy ilyen fél kifli kb. Hogy az ilyen rossz szénhidrátokat viszont azért kerüljük. Tehát nem elhízni akarunk. Értem. Energiát akarsz szolgáltatni.
akkor a, mondjuk egy, nap, mondjuk egy napi húsmennyiséged, fél kiló, kiló, hogy képzeljük el? Hát nem sok, kb. Egy kiló. Uh-huh. Ugye 130 kiló vagyok, ahhoz nem sok szerintem. Ahhoz nem, az így reális. Hát főleg, hogy ma már hallunk olyat, hogy a 90 kilós testépítő eszik 2 kiló húst, tehát most, és ezt már Ferivel pont kiveséztük, hogy hát igen, de nem biztos, mik ezek az irányok, meg így van, meg kell így is. Van, így van. Egy kiló körülbelül, amit beviszek, vagy néha van, hogy kevesebb is. Ugye mellé jön még a tojás, aztán ennyi a fehérje bevitel. Értem, és akkor a szénhidrát források, főleg az ilyen rizs, tésztafélék, esetleg... Rizs, bulgur, és néha tészta. Nagyon kevés pékáru, ami a rántottához megy, és ennyi. Zöldségek mennek még. Amikor elkezdtél edzeni, akkor gondolom benned is benne volt az, hogy egyszer, de szeretném átlépni a 200-at. Egyszer, de szeretném átlépni a 250-et, vagy a 300-at. Tehát, hogy ez neked, de hát ezek bőven junior, egy ifi korodban voltak szerintem, mert ilyen 70-80 kilós testű környékén nyomkodtad már a mennyit, 200-on? Hát én úgy kezdtem, megmondom neked őszintén, hogy nem 100 meg 200 kiló, hanem 17,5 kilót tudtam kinyomni. Volt otthon egy rúd, ami 7,5 kiló volt, és 2-5 kilós tárcsát tudtam fölrakni. Tehát hogyha azt nézzük, akkor a versenyrúdat nem tudtam kinyomni. Aha. 62 kilós voltam. Tehát az első cél az a rúd volt, igazság szerint. Aztán amikor az sikerült, akkor a 100 kilót azt úgy, hogy elértük gyorsan, hát a 200 az ilyen álomhatár volt. Hát voltak ott a teremben, akik nyomtak a 200-at, én mondtam, hogy ez lehetetlen. Aztán hát ilyen ifiként már sikerült megcsinálni, és akkor hát a 300 az meg már végképp, az volt egy-kettő ember, aki tudja, ők ilyen szörnyek, és az lehetetlen. Ezt ifi fejjel mondtad még annak? Ifi fejbe, ifiként sikerült 2.90-et nyomnom, a 300 sajnos nem jött össze. És akkor utána viszont nem volt ilyen gát. Utána tehát már a 200 volt, haladtál. Azt mondom, ami nagyon, nagyon nagy gát volt. És onnan sikerült átlépni őket. És akkor, ha jól értem, akkor te már majd, hogy nem 400 kilót is fogtál a közöttfekvés közben, vagy már meg is fogtad? Meg, terembe sikerült többször kinyomni, teremben 450-et nyomtam, ami a legtöbb volt. 450 igen. Kilót? Azt, ami, hát ez majdnem fél tonna. Így van. ez szerintem pár évvel ezelőtt, nem tudom, hogy a világrekordok hogy alakultak a fekvenyomásba, ezt hogy tudnánk időkorszakokra bontani, de hát ezek emberfeletti teljesítmények. Szerintem ezt nagyon sok ember a tudatával föl se tudta fogni, föl se tudja fogni, hogy ez erre valaki képes. Szerintem földön kívülnek néz, nem egy ember titeket. Hát igen. Amikor eljönnek a terembe és számogatják a tárcsákat, akkor ott megakadnak mindig, amikor már sok 50-es van fönt. Ezt tudod mondani, hogy ezt nem 20-asokból rakjátok fel. Nem fér föl, 3-20 fér föl maximum 20-asból. És hogy számolnál be, hogy akár igazából neked mik voltak a jelentősebb edzés élményei? Hát gondolom ez a 450 nem volt kis élmény. És melyik versenyed a legemlékezetesebb számodra? Akár junior korszakból, bontsuk le, és felnőtt korszakból. Hát felnőttként én még nem versenyeztem, úgy komolyan készültem volna, mert mindig így csúsztattuk, és akkor most lett ez a cél, hogy akkor legyen az olimpia, tehát most lesz az első komoly felkészülésen felnőttként, úgyhogy ebből nem tudok mesélni. Uh-huh. Juniorként szerintem 2017. Ott volt több verseny is, de talán az osztrákoknál volt egy kis nemzetközi bajnokság, semmi extra, és az első versenyünk volt a felkészülés során, de viszont ott annyira jól sikerült ez a felkészülés, hogy ott sikerült a 390-et nyomni, ott 400-ot szerettünk volna, de aztán volt egy kis baki, és akkor egy 370-80-90 lett. És ott nagyon jó hangulat volt, egy kis csarnokba volt, ott örjöntek az emberek, ugye külföldön voltak, ott örültek. Persze. Tehát teljesen más külföldön versenyző, meg itthon sajnos. Uh-huh. Ott örültek, biztattak. Az jó volt. Akkor az erőemelésre is igaz, vagy csak bocsánat, fekvenyomásra is igaz, hogy sokkal fékezettebbek a nézőink, nem? Mert abszolút a testépítésben ez kiérezhető, hogy sajnos nem is túl látogatottak a testépítő versenyek, mert javarészt a rokonság, versenyzők rokonai vannak ott, meg a szűk baráti társasága, jó esetben. És hogy van ez a fekvenyomásnál például? Tehát, hogy ott azért ott is inkább Magyarországon ez mondható el? A látogatás szinten nézők szempontjából. Én inkább a mentalitást mondanám, hogy Magyarországon nem nagyon tudunk örülni egymás sikereinek, én azt látom. Sőt, inkább a kudarcot keressük a másikba. Külföldön viszont, ha már egy kicsit is jobb vagy, mint az átlag, akkor inkább segítenek, hogy akkor még jobb legyen csinálni, és örülnek neki. Igen, meg jó értelemben mondva, a magyarok nem igazán rajongó nép, nem tud, ahogy mondod, örülni.
És én is ezt tapasztaltam, mikor más sportolóknak az életútját követtem, vagy voltam akármilyen más versenyeken külföldön, akár személyesen testépítő versenyen, vagy kosárlabda meccsen, vagy tök mindegy. A külföldiek sokkal jobban tudnak örülni, szurkolni, hangot adni nekik, kijönnek a nézőtérre, és jól érezni jöttek magukat. És ennek hangot is adnak, és annyira más a légkör, és ez nagyon jó lenne behozni hozzánk is az erős sportokba akár. Mit ajánlanál, mi lenne a tanácsod azoknak, akik most gondolkoznak azon, hogy szeretnének fekvenyomó bajnokok lenni? Mit fogadjanak meg? Mi a legfontosabb? Hát a mostani tudásom az, hogy keresnek egy olyan embert, aki ért hozzá, mert nagyon-nagyon sok évet tudnak spórolni. Tehát én se itt tartanék, az biztos, hogyha ezeket a tudásokat sokkal hamarabb megkapom. Mondjuk így is azért nagyon, nagyon jó eredmény, ez 29 ez vagy 26 évesen. 26. Ez így van, de viszont lehetne még jobb. Tehát mindig a legjobbat kell keresni. Tehát ez egy tanács. A másik az, hogy sérülést kerüljék el. Mert azt mindenki azt hiszi, hogy ha erősködünk, mert minden, egy kis sérülés belefér. De viszont nagyon sok időt veszít is. Persze. Tehát az megint nem fog beleférni. Feri, neked mi lenne a tanácsod a feltörekvő sportolói nemzedéknek? Én azt tudnám mondani, hogy hajrá fiatalok, minden bizalmam és gondolatom abban van, hogy a kitartó munka az meg fogja hozni a gyümölcséjét. Egy nagyon picit visszautalnék itt az érdekes kérdésre, hogy a testépítő gárda és nézői vonala egy kicsit másképp gondolkodik, mint az erőemelő oldal. Mert egy-két kivétellel ez az erőemelő oldal egy kicsit azért olyan családias, barátiabb, össze tudunk fogni bárkiért, tudunk egymásnak, bárkinek segíteni. Erre kíváncsi voltam, hogy van-e ilyen különbség? Abszolút van, abszolút. És ez a testépítő világban is meglátszik, mert most lesz majd egy ilyen szakadás a hazai testépítésben is, de ezt nem szeretném előre beharangozni. Pontosan a mentalitása miatt, hogy azzal a mentalitással bíró emberek vannak vezető pozícióban, akiknek nem olyan jó a kisugárzásuk, nem olyan jó a hozzáállásuk, de ő a tuti, ő a főnök, és ő diktál. Tehát ez itt az erőemelésben, mondom, egy-két kivétellel ahhoz a 200-as létszámhoz, amiben vagyunk, mert globál ilyen 200 versenyző azért van itt. Tehát én azt mondom, hogy igen, tudunk bárkinek segíteni, egymásnak, bárkinek. Tudjuk egymást úgy fogadni, akár egy kis Petivel, aki 1000 éves ismerősök vagyunk. Tehát jó a hangulat, örülünk egymás sikereinek, segítjük egymást. Le tudunk ülni, beszélgetni, mi volt, hogy volt, milyen műtéted volt, ez volt, az volt, el tudunk beszélgetni. Na most ez egy, a testépítő közegben ez elég nehéz. Mindenki egy kicsit olyan, nyugodtan mondhatom azt, hiszen én már túl vagyok mindenen, túl sok önző, beképzelt embert nevelünk ki, és ebben mi is hibásak vagyunk, aláírom, mi is, de ez nélkül az önbizalom és beképzeltség nélkül ők sem biztos, hogy mennének előre. Viszont ezt nem kellene tovább csugolni, tovább adni. Tehát én azt mondom, hogy nagyon nagy a különbség a testépítő és az erőemelő között. Felfogásban is. Értem. Felfogásban is. Nálunk testépítésben, amire én rálátok, ugye a szövetségek között mindig sokáig meg volt akár az ellenségeskedés. Ha ott részt veszel, innen ki vagy tiltva, büntetve vagy, stb. Voltak a széthúzások. Ez a fekvenyomásban, vagy akár erőemelésben is így van, hogy a szövetségek elég ellenség, vagy össze tudnak fonódni? Ez azért nem így van, mert amikor mi leváltunk a szakszövetségekről, akkor a cél az volt, hogy versenyezhessünk, és ott, ahol mi szeretnénk. Hát ahova én el akarom költeni a pénzemet, ott elkölthessem. Tehát ha én el akarok menni egy GPC-re, elmehessek. El akarom menni egy BUAP-ra, elmehessek. El akarok menni egy VPO-ra, elmehessek. És azért a szövetségünket úgy alkottuk meg, a társadalmi szövetségünket, hogy minden szövetséghez bejelentkeztünk, és minden szövetségbe tudtuk delegálni a versenyzőinket. Ezért lehetséges az, hogy miért három abszolút világbajnoki címmel rendelkezik Ricsi, mert minden szövetséghez elmentünk és kipróbáltuk, és itt most a legnagyobb szövetség ez, ami ugye az olimpiát fogja képviselni, és most itt szeretnénk produkálni, bizonyítani. Pontosan mikor is lesz az olimpia? Szeptember 10. Egy picit azért tágítanám így a
nem a légteret, hanem a tudatot, hogy például ruha nélküli versenyen jelenleg 335 kg a legnagyobb, Kirill Sárcsev talán ő tartja, és ruhába Mendelsohn? Nem, Tiny Maker 500 kg van. 500 kg. 500 kg? Mi? 150 plusz, vagy milyen súlyban van ő? Hát hogy van? Hát ő ilyen 180 környéki testsúlyban vannak. Igen, de itt az lesz majd az érdekes, hogy a legnagyobb szervezetnél milyen stáb fog összejönni, milyen versenyzők jelentkeznek be, kik azok, akik eljönnek megméretni, kik azok, akik részt akarnak venni egy olimpián. Mi ott leszünk. Sok siker. Fiatalkorod ellenére nem kevés eredmény, nagyszerű eredmény van már a tartsajodban, és nem kis utat jártál be. Kik azok, akik ebben esetleg segítettek, vagy tervezik, hogy segítenek, esetleg szponzorok? Hát itt akkor három nevet emelnék ki. Elsősorban Pintér Ferencet, aki már mondhatom, hogy 10 éve támogat, még ha nem is tudta, hogy az elején ott vagyok, de ott voltam. Akkor a másik a Mánia Fitness, aki most sikerült megállapodást kötni, és még van egy barátom, a Vásárhelyi Zoltán, aki az edzéseimben is segít, és anyagilag is. Ők hárman, akik a törzs, akik segítenek. Emellé pedig remélem még alakul a dolog, és összejön, amit szeretnénk. Akkor mondhatjuk, hogy azért lehet te fekszel a fekvő padon, de azért ez egy kicsi csapatmunka is, nem? Ott van az ember mögött. Ezt mindenképp mondhatjuk, és ezen kívül sokkal nagyobb a csapat, akik nem biztos anyagilag, de vagy érzelmileg, lelkileg, vagy csak azzal, hogy el tudnak jönni az edzésre, és segítenek, mert ugye ezeket a súlyokat egyedül nem tudjuk megmozgatni, tehát kell egy 3-4-5 ember, aki azon az edzésen részt vesz, tehát mondhatjuk, hogy ez csapatmunka, én mindig is mondom. Hát szeretnének nektek szívből sok sikert kívánni az olimpiára, az odavezető út sérülésmentesen teljen, és kívánom, hogy elhozzátok azt a bizonyos aranyat. Szerintem benned van, ahogy Feri szavait hallottam, szerintem ő is így ítéli meg ezt a dolgot, de tudom, hogy nem szeret elhamarkodottan beszélni. Úgyhogy sok sikert kívánok a magam és a Mania Fitness nevében is, és várunk titeket majd egy élménybeszámolóval a verseny után, minimum akkor. Köszönjük szépen! Azt szeretem volna hozzátenni a dolgokhoz, hogy havonta fog a Ricsi bejelentkezni a Mania Fitness támogatottjaként, úgyhogy én azt gondolom, hogy akit a felkészülés érdekel, az Ricsit havonta meg tudja nézni a Mania Fitness. Tehát akár betekintést nyerhetünk majd edzésében igen, is. Igen. Na. Ígéretet kaptunk rá havonta, egyszer felveszik az edzést, a hogyan tartunk és hová című fejezettel, és talán ha egy nagyon picit megemlíthetnék én is szponzorokat, kettő darab szponzort szeretnék kiemelni, megemlíteni, a 20. kerület polgármesterét, Szabados Ákost, és a 21. kerület polgármesterét, Borbély Lénárt, akitől időnként szoktunk támogatást kapni a fiúk utaztatására, versenyeztetésére. Nekik is nagyon köszönjük ezúton is, úgyhogy aki Ricsire kíváncsi, Facebookon tudja követni, és a Mania Fitness oldalán. Köszönjük szépen! Köszönjük, hogy eljöttetek. Ne feledkezzetek el feliratkozni csatornánkra, kövessetek minket, mert mint láthatjátok, 400 kilós fekvenyomokkal is találkozhattok. Sziasztok!